Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a híradó.hu közös hírháttérműsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. Ma esti adásunkban, melyet kivételesen felvételről láthatnak, beszélünk többek között a franciaországi migráns lázadásról, a kötelező betelepítési kótáról és a Karácsony Gergelyt körüllengő politikai korrupciós ügyekről. Vendégeim Kulifai Máté, Rázágoston Sámuel és Szikra Leventel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó, estét, Jó, estét, jön, jó estét. Nos, Témával bőven el vagyunk látva. Kezdjük is azzal, hogy Franciaországban gyakorlatilag egy, he egy hete egyfajta migráns lázadás tört ki. Zavargások vannak az utcán, sőt lőfegyverek, éles lőfegyverek is előkerültek. Mindez pedig azért történt, mert a pár évvel ezelőtti amerikai esethez hasonlóan egy 17 éves bevándorló hátterű Fiút a francia rendőrség egy igazoltatás során vitatott körülmények között lelőtt, a fiú meghalt, és ezek után gyakorlatilag Párizs és Franciaország nagyvárosainak külvárosaiban elszabadult a pokol, aztán mondhatjuk nyugodtan. Éjszakáról éjszakára számtalan autót gyújtanak föl, épületeket fosztanak ki egészen elképesztő módon, sőt, egy francia polgármesternek a családjára bestiális módon rá is támadt ez a csürhe, és meg is sebesítette, pontosabban balesetet szenvedett ennek a polgármesternek, jobb-közép irányúltságú polgármesternek a, a felesége és a gyerekei is. A helyzet eléggé komoly, eléggé súlyos, azt hiszem. Az első kérdés, hogy szerintetek spontán módon tört ez ki, és hogyha igen, akkor miért éppen most? Hát nehéz ezt megmondani, hogy pontosan miért tört ki. Azt gondolom, hogy egyértelműen láthatjuk, hogy milyen következményekkel jár a párhuzamos társadalom, a migráció következtében kialakuló párhuzamos társadalom. Ugye Magyarországon mi itt évek óta arról beszélünk, hogy az, ami a tömeges migráció következménye, az többek között ilyen esetekhez vezethet. És valóban, ahogy a Tamás felvetéséből azért az logikusan következik is, az, azért az elég világos, hogy ez nem teljesen előzmény nélkül, vagy nem teljesen saját tól jött létre, hiszen az, hogy ilyen gyorsan terjedt el mondjuk országszerte, ilyen sok városrészben, ilyen sok helyen, azt gondolom, hogy egyfajta, legalább annyi van benne, hogy hergelték egymást, mondjuk a közösségi média felületeken, és hogy egyéb dolgok is vannak a háttérben, azt nem tudom, de mondjuk tényleg jogos a párhuzam a BLM-mel, mert euh, akkor is feltűnően gyorsan és feltűnően sok helyen euh, tört ki nagyon sok euh, lázadás, erőszakos fellépés, fosztogatás, ugyanúgy annak is a, a része volt, tehát euh, sok a közös pont, ijesztően sok, van egy rendőri túlkapás, mondhatjuk úgy, hogy nyilván... Pillanatra, itt álljunk meg, hogy területre nagyon jó, hogy szóba hozod, rendőri túlkapás. Uh, most a, az amerikai esetet hagyjuk is, ezt már milliószor kitárgyaltuk. Mi történt itt ebben az esetben? Egy 17 éves jogosítványjal nem rendelkező fiatalembert megállít a rendőr. Fiatalember kiszáll a 80 ezer eurós mercedes lengyel rendszámú mercedes -éből. Kérdéseket vett föl, hogy ő hogy jutott hozzá, stb. Majd, amikor az igazoltatásnak nem hajlandó eleget és megpróbál elhajtani, a rendőrök tüzet nyitnak rá. Most én nem ismerem a rendőri szabályzatot mm -hmm. Franciaországban, de azért én szeretném meg föltenni a kérdést, hogyha egy rendőrnek nincs joga, akár erővel, akár lőfegyverrel megállítani valakit, akkor innentől kezdve bárki dönthet úgy egy igazoltatásnál Franciaországban, hogy én magam részéről akkor én tovább sétálok, nem kívánom magamat alávetni ennek az eljárásnak. Szerintem két fontos dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy 2017-ben módosítottak úgy a jogszabályokon, hogy a francia rendőrök igazoltatás során, főleg a közlekedésről van szó, akkor használhatnak lőfegyvert. Ugye emlékszünk vissza, hogy azért Franciaországban számos olyan teroltámadás történt, ahol gázolásos merényletek voltak, ezért indokoltnak látták a jogszabályi hátterét biztosítani, hogy a rendőrök, ha érzik a veszélyt, akkor használhassanak lőfegyvert. Ezt meg is tették egyébként csak 2022-ben számos alkalommal használtak lőfegyvert, ebből 13 alkalommal meghaltak emberek hát véletően egyébként potenciálisan merénylők vagy támadók az autójukban ülve, mert el akartak hajtani a rendőrök elől, tehát ennek volt precedense, nem ez a fiatal srác volt az egyetlen. A másik, amit érdemes megemlíteni, hogy ezt a srácot, ezt ismerte már a francia rendőrség, komoly múltja volt, bár a család ügyvédje azt állítja, hogy büntetlen előítletű volt, tehát lehet, hogy nem történt elő elítélés bíróság által, viszont legalább 15-ször előfordult, hogy meggyújt a baja az igazságszolgáltatással, többek között azért, mert ellenállt a rendőri intézkedések igazoltatások során, sőt idén januárban és márciusban drogfogyasztás és drogárulás miatt, vagy kereskedés miatt, már került, hogy mondjam, a hatóságok fókuszába. Tehát amikor a rendőr igazoltatja be a külvárosba, akkor nagy valószínűséggel, számos ilyen esetből kiindulva, joggal érezhette azt, hogy egy már korábban az előző lámpánál elhajtó, majd utolért, majd megint megpróbál elhajtani ez a, ez a srác, akkor jobban érezhette azt, hogy akár más francia állampolgárok életét sodorják ezek a... Ki tudja, milyen állapotban vezető fiatalok veszélybe. Most már azt is tudjuk, hogy honnan van a Mercedes. A januári és márciusi fogás alapján, ha kábítószerkereskedő volt, akkor legalábbis erős a gyanú, hogy nem kőkemény kétkezi munkával gyűjtötte össze az autóra való. De komolyra fordítva a szót, számomra a legijesztőbb az, hogy egy olyan állam, mint Franciaország, ami hagyományosan rendpárti, és már nagyon sok válságot tudott kezelni, 2023 Európájában egy hétig képtelen volt urálni ezen a helyzeten, talán most arra csillapodnak az indulatok, de egy hétig rendkívüli állapot volt Franciaországban. A nélküli a... rendkívüli állapotot hirdettek volna. volna. így van, azért, mert ugye liberális politikusok ilyet nem szeretnek csinálni. Az utolsó francia állnak, aki rendet tudott tartani, a sárközi volt, és mindez a jelenség, ami nem egyedülálló és nem az, az első, és szerintem nem is az utolsó, azt hiszem alátámasztja azt, hogy egy rendpárti, jobboldali, konzervatív politikusnak hatalmas lehetősége van a korunk Franciaországában áttörni. A mérsékelt jobboldal válsága miatt ilyen mérsékelt jobboldali politikus, ahonnan Sárközi jött, most nem reális, hogy felbukkan. De a radikális jobboldal válasza nagyon érdekes lesz erre a jelenségre, mert biztos, hogy a franciák többsége egy ilyen felfordulást elutasít a szíveméjéről. Hát egyébként ez bizonyítja az is, hogy gyűjtést rendeztek a lövés leadó rendőrnek a támogatására, és sok tízezer francia állampolgár több mint egy millió eurót gyűjtött össze neki, amit nyilván sokan botrányként kezelnek, de, de azért jól jelzi a francia társadalom állapotát, hogy elegük van ebből. Hát az egyértelmű, hogy ugye a francia államnak valóban most már nagyon sok részén az országban nincsen meg a kellő tekintélye, nincsen meg az ereje ahhoz, hogy fenntartsa a rendet, és pont ugye a rendőrség az, amelyik valószínűleg tényleg rendszeresen napi szinten tapasztalja azt, hogy bizonyos városrészekbe vagy nem ismer bemenni, vagy ha bemegy, akkor kövekkel, botokkal, stb. rá szoktak támadni. Tehát azért ez nyilvánvalóan gyakori, és ebből a szempontból én is bizonyos mértékben megértem, hogy önvédelmi a hasonlókokból fegyvert fogott. Attól függetlenül azt gondolom, hogy egy különböző igazoltatásnál nem feltétlenül kell halálesetnek történnie, de ettől függetlenül is azt szerintem teljesen jogosnak érzem, hogy ha valakinek vannak aggodalmai a rendvédelmi szervek biztonságát illetően, hiszen ha azok az emberek, azok a hatósági személyek, akiknek az a feladatuk, hogy minket megvédjenek a jogellenes tevékenységektől, ők sem tudják fenntartani akár a saját biztonságukat sem, az probléma. Tehát ebből a szempontból egyértelmű, hogy a rendőröknek a megfelelő tekintéje, az ő önvédelmi lehetőségeik és az ő rendfenntartásra való lehetőségeik, azok megmaradhassanak. De az a fogalommal tehát nem, ahol a bajtad, amit az elején használtál a párhuzamos társadalom te. Gondoljunk bele, hogy egy rendőrség mit tud tenni egy párhuzamos társadalom jelenségével, amikor van egy olyan fele az országnak, vagy nem tudom, harmada, ami nem engedelmeskedik a rendőr kérésének. Sőt, a támadó jelleggel lép. Támadóan, agresszíven reagál. Tehát egészen abszurd helyzet. Sőt, Ágoston, az előbb kérdezted, hogy hogy felvetetted azt a költői kérdést, hogy hát majd kíváncsi vagy, hogy hogyan fog reagálni itt a baloldal. Bal már reagált. Hmm. A szélsőbaloldali zöld pártnak a politikus, és szendrén Rousseau azt mondta, hogy mi van, ha a fosztogatásnak a szegénységhez van köze, a kirekesztettség érzéséhez? Talán politikailag is kellene elemezni a helyzetet, nem csak biztonsági szempontból. Tehát hát meg azok a, a politikusok Franciaországban, akik egy ilyen helyzetben azok mellé állnak, akik egyébként üzleteket fosztogatnak, akik másokra rátámadnak, erőszakosan lépnek föl, és a többi. És De a ezek többi. a múlt emberei, én határozottan merem állítani hogyha a francia társadalom többsége föllázad, és azt mondja, hogy ez egy elfogadhatatlan jelenség, akkor ezek a szép lelkek, ezek hiába mondják be az éterbe a abszurd gondolatait. A legnagyobb aloldali vezetője Melanson szintén nagyon hasonló úrokat pengetett. Nagyon-nagyon hasonlókat. És itt felmerül a kérdés, hogy nem arról van ez szó, hogy tulajdonképpen demográfiailag már ez a kérdés eldőlt Franciaországban. Tehát ott, ahol van, különféle számítások vannak, hogy hány migrációs hátterű személy is él. Ugye nyilván ez most másodgenerációs, harmad, negyedgenerációs generációs bevándorlót minek tekintünk. Ugye a baloldaliak azt mondják, hogy ők francia emberek, tehát Aha. itt semmi látnivaló. Vannak olyan -e felmérések, hogy 7, 8, 10 százaléka a francia társadalomnak ugye bevándorló háttérrel rendelkezik, van, aki még ennél is többet mond. Lehet, hogy ez egy olyan választói tömeg, már nem lehet megkerülni. Ne kell... Igen, és az igazán izgalmas, ugye visszatérve még a migráns lázadás kifejezés, ez az volt, hogy olyat már láttunk mi is, még idehaza is, hogy egy rendőrség és követő közötti feszültség után a rakonság megjelenik és tiltakozik. A pereputy, a falu népe fölháborodik, de itt sokkal többről volt szó. Itt több ezer emberről volt szó, aki nem volt hajlandó az alapvető normákat betartani. Tehát valószínűleg ez egy hólabda effektusként terjed tovább, és talán egy hét után, ahogy mondom, most sikerült megfékezni, de semmi garancia nincs rá, hogy egy következő hasonló eset nem okoz még nagyobb migráns lázadást. Igen, meg érdekes egyébként, hogy közel négyezer ember tartóztattak le hét nap alatt, és ennek a letartóztatottaknak az átlag életkora 17 év. Élet. Élet. Tehát mondhatjuk hogy azt, hogy választók lesz. bevándorló tinédzserek, Háborút indítottak Franciaországban a rendőrség meg a rend ellen, uh -huh. és ezért nem értek egyet a baloldali politikussal, de az egy jogos meglátás, hogy van egy nagyon masszív bevándorló réteg Franciaországban, ami a társadalom alsó rétege. Hát de a Mercedes teszik. azért az nem erre utal? Abszolút nem, viszont azért a, a srácnál is látható, hogy, hogy kibukik az iskolából, egyéb úton-módon gyűjti össze, a, tehát hogy egy ilyen bűnözői létformát tanul el, jó, apa nélkül nő föl. De... Nem mentem föl, csak önmagában az, hogy nem sikerül egyáltalán tömegeket integrálni a francia társadalomba, az egy időzített bombát jelent a társadalomban. Tehát ez időről időre felfelé. a változás. De, 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 de ez pont a tömeges migrációnak a következménye. Tehát az a probléma, Abszolút. hogy nem gondolták át ezt korábban se stratégiailag, és utána sem, amikor már egyértelművé vált, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha ilyen sok bevándorló érkezik, ennyire más kultúrából, utána ők nyilván nem csak, hogy érkeznek meg családegyesítés, de utána nyilván a több gyerek is születik ezekben a körökben, és ezt nem gondolták át, vagy hát gondolták, akkor annál rosszabb, hogy milyen súlyos következményekkel jár. És egyszerűen fenntarthatatlan az, hogy ilyen mértékben, ilyen sok bevándorlót fogad be egy ország. Tehát azt gondolom, hogy ezt a következtetést kellene mindenképpen levonnunk, főleg annak fényében, és ez nagyon ironikus, hogy most került megint napirendre a migrációs kvóta Brüsszelben, pont azokban a napokban, hetekben, amikor pedig Franciaországot lényegében szétverik a, a bevándorlók. Tehát, hogy megint csak azt látjuk, hogy miközben a brüsszeli üvegpalotákban vitatkoznak arról, hogy hogy kéne minél minél több migráns elosztani Európában, a közben pár száz kilométerrel délebre, Párizsban meg zajlanak a lázadások, zajlanak a, a háborgások, tehát látjuk azt, hogy mi ellen érvelünk legalább, és látjuk azt, hogy a Magyar-Lengyel Szövetségnek milyen fontos szerepe van most Európában. Mindenképpen ki fogunk térni a brüsszeli eseményekre, de előtte még visszaugranék egy pár percet a beszélgetésünkben, talán Máté mondta azt, hogy ez volt az első eset, amikor egyébként rendőrök bevándorló hátterű fiatal emberre vagy emberre, személyre lőttek rá, aki meg is halt adott esetben. És ugye volt egy kérdésem, hogy miért éppen most? Tehát miért éppen most robbant be ez az ügy? Persze lehet a véletlen is, de nem lehet-e az, hogy a dolog azzal van összefüggésben, hogy azért Macronnak az elmúlt néhány hónapban egészen furcsára sikeredett a külpolitikája, mondjuk úgy, hogy ebből az egész európai Mainstream politikából ő az, aki valamiféle kiutat keres, aki olyanokat mond, hogy nem akarunk Amerika vazallusa lenni, mégiscsak le kéne ülni az oroszokkal, és el kéne kezdeni tárgyalni. Próbálta magát meghivatni ugye a harmadik országok tanácskozására, a BRICS ülésre, elhajtották, de ez most mindegy. Tehát, mintha egy különutas politikát, külpolitikát szeretne vinni, és akkor egyszer csak berobban. Ez a, ez a migráns lázadás. Nem lehet, hogy ebben valakik segítettek? Nincs kizárva, nyilván addig, ameddig erre nincs konkrét bizonyíték, addig ez egy, ez egy elmélet, de, de érdekes a hasonlóság a BLM mozgalmakkal, hogy van egy furcsa hátterű, de áldozatnak feltüntethető mártír, és arról a mártírnak a haláláról hogy hogy nem kikerül felvétel. Tehát itt is a, a, ezt a srácot, ezt lelőtték, Eltelt talán egy fél nap, nem voltak még lázongások, a család is megszólal, de úgy nagyon nem említettem, ti ember meghalt egy év alatt tavaly. És érdekes módon előkerült a felvétel, és a közösségi oldalakon elkezdett ilyen futó tűzszerűen terjedni, és villám gyorsan egyszerre szimultán sok francia városban elkezdődik a lázongás, nagyon hasonló mintára, mint ahogy a Bélemnél. Láthattuk. És uh -huh. Isza... túl sok a hasonlóság ahhoz, hogy az ember uh -huh. ne gondolja, hogy bizonyos paneleket legalább átvesznek, és nem hiszem, hogy a fiatalok. Ö látják a példáját az amerikai. Hát jön. ezt Kéten, szervezni kell. Még franciául is alig beszél. Annál is inkább, mert ugye az Egyesült Államokban, tehát amióta a BLM mozgalom, tehát amióta a Demokrata Párt hatalomra jutott, a BLM mozgalom mert... kísértetésen eltűnt, a vezetőről Igen. kiderült, hogy egy korrupt nőszemély, aki millió dollárokat tett zsebre. A ház, azóta, a házat vett az adományokból. Igen. Azóta, azóta a BLM-ről nem hallunk, azóta is lőttek le fekete embereket Igen. az Egyesült Államokban, de érdekes, nem törtek kizavarások. Ez csak valamiért pont a választások előtt, Igen. az elnök választások előtt. Most pedig mondom, van egy furcsa geopolitikai helyzet. Mondom, no, lehet, hogy csak én vagyok ilyen túlfeszült lényeglátó. Na, na, sok sikert kívánunk a francia titkosszolgálatnak, uh -huh. és ö, ö, fantáziát, hogy ne ragadjon le a közvetlen tényeknél, hanem az összefüggésekre is koncentráljon. Ja. Na, akkor menjünk át erre a brüsszeli kérdésre, mert valóban egészen bicskanyitogató, hogy miközben egy hétig lángol gyakorlatilag az összes francia nagyváros, Uh, emberek halnak meg, tűzoltót is uh, uh, ért baleset és ebbe belehalt. Tehát uh, Brüsszelben arról tanácskoznak, hogy hát ezt a migrációs kérdést úgy kéne rendezni, hogy ahol nincs, oda kéne bepakolni jó párat, sok ezeret. Magyarországra a legtöbbet, arányosan ide szeretnének a legtöbbet rakni. És ugye ami, ami nagyon feltűnő még ebben az egész történetben, hogy még csak nem is egy ilyen személytelen mechanizmus, hanem a bizottságnak a diszkrécionális döntése alapján osztanák el a migránsokat, tehát bármikor mondjuk Brüsszelnek mondjuk valami problémája van Magyarországgal, akkor azt mondja, hogy mennyi migráns raktunk eddig oda be? 8 ezeret? Akkor neztek még 20 ezer. Tehát ez, egy, ez egyfajta fegyverként működne az Európai Bizottság Brüsszel kezében. hogyan értékelitek azt, ami múlt héten történt az Európai Tanácsi Ülésen, amiről a miniszterelnök is beszélt? Ez ugye sikerült, hát nem tudjuk még, csatát nyerni, vagy, 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 időt nyerni, tehát hol tartunk most ebben az egész küzdelemben? Sikerül-e kisiklatni ezt a brüsszeli kezdeményezést? Szerintem most a kulcs az időhúzás, mert sajnos az európai jog az nem kedvez a magyar álláspontnak, vagy a magyar-lengyel álláspontnak. A jogszabályt úgy lehet elfogadni, hogy a tanácsban minősített többséggel, a parlamentben meg egyszerű többséggel, és ez a két szerv jelenleg nem migráció kritikus többséggel rendelkezik. De szépen fogalmazta. Igen. <gül> Betelepítéspárti. <gül> Betelepítéspárti, tehát veszélyes csillagállás van, de az időhúzás az azért lehet kedvező, mert mégiscsak 24 júniusában választások vannak, európai parlamenti választások, ettől nagyon félnek Brüsszelbe, mert az emberek szemébe kell nézni, ez nem az erősségük. Ők szeretik az emberek sorsát messziről eldönteni, de amikor az emberekkel találkozni kell, az, az, az egy veszélyes dolog. És tudják jól, hogy a migráció kérdésében is a többséggel szemben politizálnak, a többség elvárásával szemben. Újabban a, a, abba a nótába kezdtek bele, hogy a, a szélső jobb és a radikális jobboldal erősödésétől kezdtek el félni. Ezt még nagyon sokat fogjuk hallani a következő egy évben, mert megpróbálják tabuzán, tabuvá tenni a jobboldali pártokra való szavazást. Tehát egy ilyen, ilyen trükk jutott egyelőre az eszükben de az időhúzás az mégiscsak azért lehet jó, mert a végül az európai kampányban esetleg úgy döntenek, hogy nem vállalják be a legvégén az utolsó hónapokban ezt a döntést, és a választás után egy új tanácsi összetétellel, ami ugye a nemzetállami választásoktól függ és folyamatosan alakul, akár át is alakulhat ez a bevándorlás párti többség. Én már sokszor elmondtam, a soron következő spanyol választás három hét múlva, Utána a szlovák választás szeptember végén, és valamikor októberben a lengyel választás, az kulcsfontosságú lesz. Akkor ugyanis, hogyha itt bevándorlás kritikus politikai erők kerülnek hatalomra, akkor ebben a tanácsban megszűnik. Lehetek skeptikus. mert Giorgia Meloni egy bevándorlás ellenes politikus, de a gúzsba kötve táncolt, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az ő szándékai melle, te, megyes, mellékesek abból a szempontból, hogy mit szeretne kezdeni a migráció kérdésével, mert egész egyszerűen Olaszország olyan gazdasági helyzetben van, ha nem hajtja végre a brüsszeli diktátumokat, akkor térre kényszerítik. Ennek megfelelően özönlenek a migránsokat szállító hajók, Szicília, meg Lampedusa, meg az ördög tudja minek a partjaihoz, és Olaszországban soha ennyi migráns nem érkezett, mint az elmúlt mm. egy évben. Jogos minden szkepszis, és valóban nem úgy alakult az elmúlt közel egy éve Melóninak, ahogy az korábban ő ígérte a választóinak. Én, de... én nem haragszom rá, meg az, az olasz emberek felé kell elszámolnia. Eszem, és, de Csak azért mondott érdekeseket azért. ezen a tanácsi ülésen, uh -huh. amit múlt héten láttunk. Ugye azt mondta, hogy ő nem haragszik egyetlen tagállamra sem, ami a nemzeti érdekét védi. Ezt szerintem, reményt illetve, illetve, még egy dologra hat hívjam fel a figyelmet, az olaszok azt is megüzenték, hogy tudják jól, hogy ez a szabály, ha létrejön, nem lesz betartva. Őket jobban érdekli az, hogy a szabályra hivatkozva a Tunézia pénzhez jusson, és az ő valódi migrációs politikájuk az, hogy a Tunéziának adott eu forrásokért Tunézia visszavegye a kiutasított migránsokat, vagy visszatartsa a migrációs áramlást. Tehát ők egy ilyen, Trükkös déli lazasággal fordulnak ehhez a, ehhez a szabályhoz, de a, a szkeptikusság az mindig indokolt. Szerintem is óvatosnak kell lenni, de attól függetlenül például a lengyel választásnál már sokkal komolyabb a tét ebből a szempontból, mert azért Lengyelországban most már közel nyolc éve folyamatosan kormányon van egy olyan politikai erő, amelyik bizonyította, hogy mondjuk a migrációs küzdelmekben tényleg lehet rá számítani. És ők is népszavazást így van, tartanak találnak, van, az terveznek népszavazást is. Tartani, tehát például, ha a lengyel kormánynak sikerül megnyerni a választásokat, amiben bízunk, akkor, akkor már egyértelműen a következő négy évre is lesz egy szövetség is a Magyarországon. Ez, ez a szövetség most is működik, és Igen. migrációs kérdésben a lengyelekkel teljesen egy húron pendülünk, de kevesen vagyunk. Ez így van, ez így van, és ebb, ebből a szempontból van teljes mértékben igazad, hogy abszolút nehéz a helyzet, meg Ágoston is ugye erre utalt. Valóban most ezzel az európai tanácsüléssel azt gondolom, hogy csatát nyertünk, időt még kevésbé. Ugye tulajdonképpen ami történt, az az, hogy nem sikerült egy olyan közös nyilatkozatot elfogadtatni, amelyben minden miniszterelnök kiállt a kvótás javaslat mellett. Ugye a magyar-lengyel ellenállás miatt ez nem jött létre, és az abban állapodtak meg, hogy a Michel, a tanácselnöke saját nevében ad ki egy nyilatkozatot, mert így nem tudnak egy olyan papírt a következő miniszteri tanácsülésen, hogy nézd csak, a minden miniszterelnök aláírta ezt a nyilatkozatot, tehát te, kedves magyar miniszter, meg lengyel miniszter, ne tiltakozz tovább, mert a te főnököd is aláírta. Tehát ezt nem tudják lobogtatni. Most az Európai Parlamentnek a módosításaira várunk. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogy az Európai Parlament mit fog hozzáfűzni, mert attól azt gondolom, hogy még migránsbarátabbá fogja tenni, és akkor hát, ha kevesebben fogják támogatni a tanácsban. Tehát például ez is egy érdekes szempont, ezt figyelni, hogy hogyan alakítja át az Európai Parlament ezt a javaslatot. Máté, másfél percünk van hátra, ezért röviden, ha arra válaszolnál, hogy az európai parlamenti választások előtt, ami tényleg azt gondolom, hogy komoly téttel bír. Miért akar Brüsszel migráns gettókat létrehozni Magyarországon, meg Európa számos országában? Mi ennek az értelme? Én hadd fogalmazok meg egy elméletet, ha már te is hoztál egy elméletet a franciaországi zavargásokkal kapcsolatban. Bizonyos szempontból a migráns téma az, amivel tudták azért valamennyire démonizálni a magyar-lengyel tengelyt Európa nyugati felében, és ezt a fajta embertelenséget, vagy, vagy hogy mondjam, tematizálták magát a kampányt a kapcsolatban, hogy segíteni kell a tagállamoknak egymást, segíteni a bajba jutottakat, stb. És ilyen szempontból megint lehet úgy tematizálni a kampányt, ami bizonyos, bevándorláspárti politikusoknak az Európai Unióban hasznos lehet. Ami számomra a dilemma, hogy, hogy tényleg jól szimbolizálja az egésznek az abszurditását, hogy miközben az uniós csúcs zajlik Brüsszelben, bent van Orbán Viktor, magyar miniszterelnök, a lengyel, de ha jól tudom, még Emmanuel Macron is még ott van. A közben Brüsszelben is volt zavargás az utcákon, több százan voltak az utcán Brüsszelben, és kellett a rendőrségnek összecsapniuk velük. Tehát az, az, hogy mennyire érdekli az, hogy mi a valóság, vagy nem, hogy mi a, Demokratikus álláspont, vagy a társadalmi álláspont Európában, és mennyire érdekli a brüsszeli elitet, nincsenek illúzióim. Majd Macron elrohant, mert otthon égett a ház. Abszolút, tehát ilyen szempontból szerintem őket nem érdekli ez az egész. A választások közelettével valószínűleg vagy felnagyítják ezt a problémát, vagy egy kicsit a fiókba teszik, meglátjuk. Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után természetesen folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Kulifai Mátéval, Rázágoston Sámú Elel és Szikra Leventével. Beszéltünk már Brüsszelről, és most még fogunk is, ugyanis az Európai Unió költségvetését mondjuk úgy, hogy bajban van, elfogyott a pénz. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hol van a magyarok pénze, hol a lengyelek pénze? Attól tartok, hogy Ukrajnában odaadták egy olyan háborúra, aminek meg sem kellett volna történnie. Ugye már az előző műsorban is felvetettem, hogy nem lehet-e az, hogy egész egyszerűen azért nem kapják meg a lengyelek, meg mi azért nem kapjuk meg a pénzünket, mert az a pénz effektíve már nincs is meg. Akkor ott kétkedéssel fogadták ezt, meg néztem, hogy ö, ellenzéki sajtó ezen fölháborodott ezen a felvetésen, de tényleg úgy néz ki, hogy von der Leyen jár körbe a tagállamokat, járja körbe és kalapozik, mert pénz kell valahonnan, sok-sok-sok milliárd euró. Ellest a Karácsony Gergelytől a pénzgyűjtésnek a módszereit, de hogy komolyabbra fordítsuk, az valóban felvet kérdéseket, hogy ö, mi történt az Európai Unió költségvetésével, hiszen ugye 7 éves ciklusról beszélünk, tehát 2027-ig elvileg rögzített minden kiadás és rögzített minden bevétel. Tudnunk kellene, hogy 2027-ig pontosan mire költünk és azt miből fizetjük. És ehhez képest 2023 nyarán ö, arról beszélgetünk, hogy ö, ki kell egészíteni a költségvetést és újabb befizetéseket kérnek a tag és egyébként az, hogy milyen célokra kérik, az, az szerintem még felháborítóbb, mert önmagában az se túl kellemes, hogy nincs elég pénz, de hogy mire brüsszeli bürokraták fizetésemelésére. Azokat az embereket fizessük meg jobban, akik ezt előidézték, meg akik tagállamokat pécéznek ki és, és bántanak politikai nézeteik álláspontjuk miatt. Azokat az embereket, akik írják azokat a szakmai anyagokat idézőjelbe, amikre, amikre hivatkozza Magyarország és Lengyelország ugye elvileg nem kapja meg a neki járó pénzeket. Tehát, hogy ez is nevetséges. A másik, ami nevetséges, hogy kamatokra, azokra a kamatokra szeretnének pénzt kérni, ami a helyreállítási alap hiteleinek a visszafizetésére vonatkozik, amit mi még nem kaptunk meg semmi, sem a lengyelek. És egyébként azok az országok, akik. Megkapják hivatalosan, tehát megkaphatják, ők se kapták meg az egészet, és náluk is akadozik a kifizetés. De már kérik a plusz kiadásokat a visszafizetésre, a kamatokra. Tehát, hogy az egész valahogy úgy teljes egészében nincs rendben, és valóban a kiinduló pont is egy nagyon problémás dolog, hogy tulajdonképpen miért kell egyáltalán plusz befizetés? mert mire mentek el azok a pénzek, amiatt plusz befizetést kérnek. Elmondta von der Leyen, azt mondta, hogy 70 milliárd eurót mozgosított eddig az háború kezdete óta az Európai Unió. Hát azért az, az rengeteg pénz, ha belegondolunk, hogy mondjuk Magyarország ilyen néhány milliárd euróról vitatkozik jelenleg, tehát ennyi járna nekünk, itt meg Ukrajna kapott 70 milliárdot. Hát egy... ez megközelítőleg Magyarország éves költségvetési kiadásaihoz mérhető ez a... Ez a... hát, ha hajjaj, abszolút. És ugye most újabb 50 milliárdot kérnek. Tehát itt bődületes összegekről És ez csak Ukrajnának, mert ugye Így a van. további célokra még további majdnem ugyanegy. Uh -huh. És ugye a döbbenet egészben, hogy Ukrajna nem uniós tagállam. Tehát talicskával viszik ki a pénzt Ukrajnába, miközben a saját uniós tagállami felzárkóztatást se tudják normálisan pénzelni. Vagy akár, ha úgy tetszik, a saját fizetésüket nem tudják megemeltetni, mert arra nincsen keretösszeg, de viszont arra kell, hogy legyen keretösszeg, hogy kiviszik Ukrajnába a pénzt. És csak egy, egy olyan dilemmát hadd fogalmazzak meg Ukrajnával kapcsolatban. Hogy ugye mondják azt, hogy feltétlenül szüksége van erre a pénzügyi támogatásnak Ukrajnára. Akkor miért van az, hogyha a magyar kormány azt állítja, hogyha erről a bizonyos korrupcióellenes fekete listáról leveszik az OTP-t, aminek semmi jogi értelme nincsen, hogy oda felrakták, akkor a kormány hajlandó lenne támogatni például azt az 500 millió eurós keretet, amiről szó van. Az ukránok nem hajlandóak levenni az OTP-t. Most kell az a pénz, vagy nem kell, ezt el kellene dönteni. Akkor viszont az Európai Unió 50 milliárd plusz forrást miért biztosít Ukrajna számára? Bocsánat, hogy itt kérdéseket teszek föl. De, nagyon jogos kérdések, mert én se így ismerem a feltétlenül szükség Magyarországnak nincs feltétlenül szüksége a neki járó uniós forrásokra, mégis sokkal rugalmasabb a tárgyalóasztal mellett, és hónapok óta próbál kompromisszumot kötni a brüsszelitákkal. De bocsánat, a... igen. Megvan a kompromisszum. Hát decemberben kompromisszum született. De te is tudod, Tamás, hogy ahogy megszületett, utána elővettek újabb feltételeket. Hát, hát, én hát ezzel ez egy... vagyok. Csak azt akarom mondani, hogy ez egy never ending story. Pontosan erre, erre próbáltam Igen, utalni, hogy mi... decemberben mindenki a másik szemébe nézett, egymás Mi jól fésült, rendes, tisztességes tagállamként megpróbáltuk megegyezni, tisztáztuk, hogy mik a vitatott pontok, teljesítettük a kéréseket, majd utána előálltak újabb vitatott pontokkal, uh -huh. és ahogy teljesítünk ezekből is kéréseket, akkor újabb és újabb kérések vannak. Ezért merül fel teljes joggal az a kérdés, hogy miközben Ukrajna mindenfajta korlátozás nélkül kapja a forrásokat, a közben Magyarország, ha nem kapja meg a neki járó pénzeket, akkor a kettő között összefüggés lehet. És csak én azt mondom, hogy ne legyünk ennyire pessimisták kivételesen, mert ez egy hatalmas lehetőség is Magyarország számára. A keret költségvetés csak egyhangúan lehet módosítani. Ott vagyunk a tárgyalóasztalnál, és bár most ezek az adatok mind ellene mondanak annak, hogy Magyarországgal kompromisszumot akarnának kötni, ennek a történetnek a lengyel választások után valamikor az év végén abba az irányba kell mennie, hogy meg, meg kell, hogy állapodjanak Magyarországgal, különben se a bürokraták nem kapják meg a pénzt, se Ukrajna nem kapja meg a pénzt, se semmi más. De itt azért most már nem csak Magyarországgal kell megállapodni. Itt ez azért így van. Németek is beintettek, Ausztria is beintett, közölték, hogy, hogy ők több pénzt nem fognak utalni. Tehát itt azért mondjuk úgy, hogy nem a Magyarország a szűk keresztmetszet, nem egy 10 milliós országot kell most stokiztatni, hanem hanem itt azért elég falsős tagállamok jelzik még, hogy ez így nincsen rendben. Ez így van, de Magyarország megmutatta azt is, hogy a nekiáró forrásokat ki fogja követelni, mert azok a többi tiltakozó állam, Lengyelországot leszámítva, megkapja az uniós forrásokat. Tehát ők csak azért tiltakoznak, hogy nem szeretnének több pénzt befizetni a költségvetésbe. Mi meg sokkal nagyobb és erősebb morális alappal azt mondjuk, hogy nem szeretnénk több pénzt befizetni, de legalább mi nekünk jár, azt adjátok ide. Szerintem ez erősebb a tárgyalóztánál is. Még egy nagyon fontos kérdés, amit a Levente felvetett, hogy itt valójában 2020-ban a koronavírus miatt eladósították a történelemben először az Európai Uniót. Igen. Az ukrán pénzek és a bürokrata fizetések mellett ez az oka annak, hogy a keretkeltségvetést módosítani kell, mert megnőtt ugye az Európai Központi Banknak a kamatlába, már valahol 5% környékén van, és ezeket a, az, e, világ történelme első uniós adóságát ki kell fizetni a törlesztő részleteket, ezért szállt el a költségvetés az ukrán. Ez, és az, amit a ugye a nagyon a haladó szellemi közgazdászok úgy hívtak, hogy a Hamiltoni pillanat, most születik Itt meg az Európai így van, Unió. Így van, így van, így van. Mert hát mi tudna jobban egybe kovácsolni egy közösséget, mint a közös adósság. Köszön, igen. Hát Bizonyos értelemben tényleg így van, de hát, ez, hát, ez nagyon Hát Nagyon, ironikus, hát, nagyon bizonyos, igen. Tehát, hogy ezért igen. igen, és egyébként ugye akkor ilyen érvek is elhangzottak, hogy ez mennyivel olcsóbb, mint a piacon felvehető hitel, azért most nem úgy tűnik, mintha hosszabb távon is tényleg olcsóbb lett volna. És nem az lesz a végén, hogy ezeket a hiteleket újra. A, pontosabban a hiányt és a hiteleket újabb hitelekből fogják. Hát ez a görög módszer, mm. a jól bevált görög módszer, amit láttuk, hogy hova vezetett. Mm -hmm. De, De a ez nem pillanat, az, ez egy csőd. Ez a csőd pillanata akkor, nem? Tehát Igen, egy, hát, ez, ez adlógázzal a csőd felé. Igen. Hát ezért beszélünk arról, hogy az Európai Unió csődbe van mm -hmm. az információk alapján, mert aki egymás mellé teszi a tényeket és a számokat, az látja, hogy elfogyott a pénz, viszont mm -hmm. fizetési kötelezettsége van. Mm -hmm. Még egy kérdés technikai jellegű, de azt hiszem, talán van jelentősége. hogy az előző hitelfelvételnél ott egyhangú döntésre Sollt, volt szükség. Igen. Magyarország az utolsó pillanatig kitartott, aztán végül engednünk kellett a többségnek. Az újabb hitelfelvételhez kell-e ugyanilyen egyhangú többség? Ugye mindig azzal fenyegetnek minket, hogy ha Magyarország nem adja be a dereket, akkor majd 26 tagállam összefog és felvesz egy ilyen külön megállapodás keretében pénzt. Hát sok sikert annak a 26 tagállamnak. Nekem ez mindig is fenyegetésnek tűnt, mert amikor konkrétizálni kellett volna és cselekvésé kellett volna alakítani, akkor néhányan a hangoskodók közül kiálltak a sorból. Tehát ez, ez nem komoly dolog. Én azt gondolom, hogy itt nagyon erős vétójoga van Magyarországnak, Igen. és éppen ezért ezek a tárgyalások nagyon komolyak lesznek. Az év végéig el fognak húzódni, de nagyon komolyak lesznek az egész unió jövőjét érintő tárgyalások. Abban egyetértünk, hogy nem hamiltoni pillanat lesz. No, hát nevezzünk hazai vizekre. Egy egészen durva politikai korrupciós ügy kezd kibontakozni itt Karácsony Gergely körül. Tulajdonképpen az történt, hogy Karácsony Gergelynek volt ugye egy mozgalma, amelyet még a 22-es választások előtt egy évvel hozott létre, ez a 99 mozgalom volt, amely hát rejtélyes körülmények között egy csomó pénzt kapott. És itt már a szemtanúk ellentmondásba keverednek, hogy ez a pénz honnan jött. Amit tudunk, hogy egy párbeszédes önkormányzati képviselő egy nap beballagott egy hazai pénzintézetbe, és szépen berakott több millió forintot. Hogy ezt hogy tehette meg? A jelenlegi pénzmosás ellenes szabályok következt, vagy ellenére ezt most ne, ne firtassuk, ez egy külön kérdés. Végig csak berakott, és adásul nem forintot, hanem ugye eurót és fontot. Karácsony is. is. És Mi? egy kis is forintot, forintot is, igen. Karácsony Gergely azt nyilatkozta, hogy az adományládákból, a mozgalom által gyűjtött adományokból jött össze ez a tekintélyes összeg, már itt pedzegettük, hogy azért ez furcsa, mert nem tudom, én szoktam adakozni, de hogy eurót, meg fontot nem szoktam így bedobni ládákba, nem is tartok magamnál valutát. De hogy mi történhetett itt, tulajdonképpen? Hát meg ugye azt is írja ebbe a bejegyzésbe, hogy mikroadományokból történt. Tehát uh -huh. kellett, hogy legyen több tízezer olyan ember, aki a pénzét áldozza Karácsony-Gergely új alapítványára. Éh, és mindig furcsa be. mert az előválasztás uh -huh. során viszont ezek az emberek, akik a pénzüket uh -huh. áldozták karácsonygergei győzelmére, ők nem szavaztak Gergelyre, mert akkor nyert volna már Péterrel szemben, vagy legalábbis uh -huh. jobb potenciálban lenne. Tehát eddig is érdekes. Ja, ugye a titkosszolgálati jelentés szerint 19 különböző részletbe fizették be ezt a, az 500 millió. Egy személy, ugye az alapítványnak az elnöke volt Perjes úr, is ő vitte be és ebből ennek a, az összegnek talán több mint a két harmada e, euróban és angol fontban volt, ami szintén érdekes, tehát a mikrofon, mikroadományokat <laughs> rendszeresen adnak több száz, több ezer ember euróban és fontban Magyarországon. Nem is, nem is a, a politikai az szokták mondani, ha ez egyszer sikerült, akkor még egyszer sikerülnie kell. Tehát én azt javasolnám, hogy tegyen ki. Um, hát a bostoni adományüjtő... egyébként még akkor is kapott pénzt, amikor Karácsony Gergely már visszalépett. Ez, ez egy kulcskérdés, amit mondasz, hogy 22-ben is volt ilyen bevétele, uh -huh. és 21 októberében. 21 októberében visszalépett, azt mondta, hogy nem ér a nevem, káposztal a hát, fejem, kiszállt a Azok aztán az igazi adományozók, akik a bukott miniszterelnök előtt uh -huh. kampányát hajlandóak, még fontal meg euróval. Uh -huh. támogati, Nagyon jó. 100 csak... millió forintokért. a Csak Bocsánat, hogy hogyan tudták ezt megtenni? Mert látta valaki ezeket az adománygyűjtőládákat? Mert azért erről is érdemes beszélni, ha mondjuk itt jár mindannyian egy, egy több mint másfél milliós nagyvárosban, és ha valaki itt mondjuk adomány gyűjt, az, az, lehet, hogy feltűnik. Vagy, vagy adott esetben érdemes ezt mondjuk kitenni köztérre, hogyha minél többen lássák, és minél többen értesüljenek róla. Nyilván ugye nem ez az egyetlen gyanús kérdés itt a dologban, most akkor rajtam a sor, hogy egy elmélettel álljak elő, úgyis a Tamásnak a kérdése arra vonatkozott, hogy mi történt itt valójában. Feltételezem, hogy ez a pénz ez nem sok, hanem kevés embertől érkezett, és ezek a talán nem is rendelkeznek magyar útlevéllel ezek a, ezek a személyek, illetve magyar személyi igazolványjal. Tehát ugye azt láttuk, hogy a baloldal az nem hogy nem veti meg, hanem kifejezetten üdvözli a külföldi támogatást, erre a, követ, a tavalyi országgyűlési De ez kampányban. Ez azt jelenti, jelenti amit most éla... mondasz, Levente, ez azt jelenti, hogy külföldi személyek, akkor lefordítom, tehát külföldi személyek, a te hipotézised szerint Magyarországra jöttek, súlyos, súlyos 10 millió eurókat és fontokat hozva magukkal, készpénzben. Ami egyébként önmagában, ha jól tudom, szabályellenes, tehát ilyen Igen. mennyiségű pénzt nem lehet még Igen. belül sem mozgatni. Igen. Pár ezer eurót lehetne behozni engedély nélkül. Akkor fölmerül a kérdés, hogy, és hát a kérdés, hogy ennek a pénznek mi az eredete. Mert azért, hát nem tudom, lehet, hogy én nézek túl sok krimit, de azért ezek általában nem tisztázott eredetű bűncselekményből származó hát és, pénzek szoktak És lenni. hogyha kiderül az, hogy ez a nagylelkű adományozó hálózat néhány emberből mondjuk esetleg Soros György házatáján keresendő, akkor konkrétan Karácsony Gergelyt hazugságon lehet fogni. Mondjuk nem ez lenne az első Nem eset. ez lenne az első, de azért ne felejtsük el, hogy Karácsony éppen egy főpolgármester jelölti kampány előtt áll, Így. amit ő azt hitt, hogy automatikusan meg fog nyerni, mert baloldali többsége lenne a fővárosnak, és neki csak el kell mennie a választás napjára, leadni a szavazatát, és még öt évet kap. De szerintem ezek nagyon kellemetlen információkról, és szorul a hurok, a baloldali barátai, ahogy megvédték, uh -huh. az annyira tűnt barátságosnak, mint ahogy Szili mondjuk annó az őszödi beszédet védte, tehát semennyire láthatóan egy ellépés van Karácsony Gergelytől, mert senki nem akar az ő botrányában részesedni, úgyhogy esetleg nem is tudott róla. Hát de ez ugyanaz, mint a Márkizai féle rendszer, hogy ott is hirtelen senki sem tudott semmit azokról a milliárdokról, amit a, a Márkizai kampányba beleöltek, Igen. és ott is nagyon feltűnő volt az is, hogy azt mondják, hogy hogy magyar állampolgárok mikroadományaiból jött el, össze az a sok milliárd dolog, de szintén nem nagyon tudunk, hogy hogy lehetett ad, adakozni, mert nem hirdették annyira felületen, illetve külföldön élő és dollárban adakozó emberek, tehát egy picit nem áll össze a történet, de legalább jó befektetésnek bizonyultak ezek a milliárdok. És akkor meg azt a kérdés is fel lehet tenni a másik száz mellett, hogy mire költötték ezt a pénzt? mert most csak a forrás tisztázatlanságáról beszélünk, de valamire el is költötték 21-ben, meg 22-ben, amikor Karácsony Gergely elvileg egy hivatalban lévő főpolgármester volt. Az ő mozgalma 100 millió forint számra, költötte valamire a pénzt. És ez egybeesett azzal az időszakkal, amikor Karácsony Gergely a több száz milliárd forint alá fővárosi kasszából egy csőd közeli fővárosi kasszát csinált egyébként. Tehát láthatóan a pénzkezelés az, legyünk jó indulatok, nem az erőssége a főpolgármesternek, mert Tarlós István ugye több mint 200 milliárd forintos tartalék alatt állt a fővárosi kasszát, ráadásul az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a főváros iparüzési adóbevételei, tehát hogy sokkal több pénz forrásból tud gazdálkodni a főváros, és ehhez az elmúlt hetekben, hónapokban ugye tele sírták a magyar sajtót lényegében azzal, hogy csőd közelben van a főváros. Á, mert azt mondták, hogy augusztusra elfogy a pénzt, Igen, tehát, tehát csőd hogy közel az már a csőd széle. Hogy, hogy láthatóan mind akkor a személyes kampányát és a fővárosi költségvetésnek a kezelését illetően is nagyon komoly kérdésekre kellene válaszolni. Más, más, más személyen személyen, mert, személyen. mert, hogy amikor a saját mozgalmáról volt szó, akkor elképesztő mennyiségű pénz gyűlt össze. Na jó, de az, 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 az is elfogyott. Az is elfogyott. Nekem van a mert egyébként az az aki betette ezt a pénzt, ugye ez a Wallis csoporthoz tartozott, korábban ott dolgozott, a Wallis, annál a Wallis, annál Wallis csoportnál, amelyik ugye Vajnai Gordon tulajdonolt, illetve vezetett, és aztán ezek a kampánypénzek, ugye hogy, hogy nem, megint a Vajnaihoz köthető datanetnél, vagy nem datanetnél, datadatnál, datadatnál, datadatnál bocsánat, datadatnál kötöttek ki. Tehát Na mindegy, hát ez nem ez a nyomozó szerveknek, meg a, a NAV-nak és más ilyen szervezeteknek a feladat, hogy ezeket kiderítsék, de én azt gondolom, hogy itt egy ilyen körkörös pénzmozgás volt. De ha már ezt a csődöt mondtad, ez egy politikai termék Karácsony részéről, hogy eljátsza az áldozat szerepét, hogy őt bünteti a kormány, a fővárosiakat bünteti a kormány, csőd közelben van, vagy tényleg csődben van a város. Esetleg mind a kettő igaz. Kettő nem zárja ki egymást. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy biztosan politikai terméket épít abból, hogy a kormány ott elnyomja és bántja, hiszen ugye ez volt a Demszki módszer is annak idején, és Karácsony Gergely most arra próbál építeni, hogy a budapesti választásokon számára eredményt, támogatottságot fog hozni ez a kormány ellenes uh -huh. retorika, hogy nektek itt a fővárosban azért nincs felújítva az utcátok, meg azért jár ritkábban a busz. Ez egyébként érdekes, mert azt hazudták, hogy nem ritkították a járatokat, de jelezném, hogy napi BKK használóként, hogy ritkították a tehát nem volt igaz, amit mondtak, mindegy. Tehát, hogy azért jár ritkábban a busz, mert a kormány elvonásokat tett a főváros. Tól, és ez ugye lényegében büntet titeket azért, mert minket megválasztottatok. Tehát egy ilyen, egy ilyen, közös platformra próbálja helyezni saját magát kommunikációs értelemben a budapestiekkel. De eközben simán lehet igaz, hogy tényleg eltűnt a pénz. Más kérdés, hogy hova, mert nem látom azokat a szuper nagy fejlesztéseket a városban, amikre elkölthették az esetben. 2019 ben amikor Karácsony Gergét megkérdezték, hogy egyébként hogy fog majd kijönni a kormányjal, és hogyan fog pénzt kicsikarni az Orbán kormányról, erről maga biztosan azt mondta, hogy ez bízzák rám, majd megoldom. Uh -huh. uh, most ne is menjünk bele abba, hogy van pénz nincs pénz, De most mit mond egy ellenzéki választó? Tehát 19 és 24 között uh, Karácsony Gergely úgy menedzselt a város, hogy csődbe jutott és akkor 24-ben azt fogja mondani az ellenzéki választó, hogy hát kapjon még 5 évet, még próbálkozzon hát ha majd sikerülni fog vagy tehát ha ez politikai termék amit, amit most építkett Karácsony Gergely a csőd akkor ez valakinek tényleg vonzó lesz. Tehát az el áldozat ez... szerep, szimpatikus erre építük a kérdés. Na nemben, és akkor még öt évig valaki áldozat akar lenni. Jó, de ez az egyetlen lehetősége én, tudok egy másikat, megpróbálja vezetni ezt a várost. Hogy ez hát nem, az, lenne, az, nem az, 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 ő erőség. Szerintem e egyértelműen, ahogy te is tehetne le. Hát igen, valószínűleg akkor nem szeretnék annyira, mert akkor be kellene vállalni a programjának a megvalósítása, az mindig konfliktusokkal jár. Ő a kormány ellenes többséget próbálja megtalálni a, a fővárosnak, és azt gondolja, hogy ez automatikusan a hatalomhoz segíti. Egyébként, hogy mire ment el a pénz, az arra lehet az embernek típja itt a, Tamás megfejtette, hogy az Egyesületéből a, a Bajnai Gordon datadata data lehetett támogatva, ugye ezt láttuk a többi baloldali szervezet esetében. Minden pénz, tehát ez egy... minden, valahogy a végén minden pénz oda. oda Igen, a, fő, a fővárosban meg a Gyurcsány hálózat uh -huh. az, amivel ugye kompromisszumra kényszerült Karácsony Gergely. Ne felejtsük el, hogy 19 óta Gyurcsány Ferenc erősítette a befolyását a fővárosi közülésbe, uh -huh. ugye az átállított polgármesterekkel harapó fogóban van Karácsony Gergely, aki megpróbált úgy elmenekülni, hogy ő nem is politikus, nem tudom, emlékeztek-e, hogy ő kitalálta így egy 12 év után, hogy ő pártoktól független... A politikai nagyobb, a a a kitalálta, hogy ő ön, ön valójában nem valami civil pártoktól független, azok fölött álló személy lenne, de valójában, aki tudja a tényeket, látja a részleteket, tudja, hogy Gyurcsány Ferenckel állandóan napi szinten paktumokat kötnie, és annak megvan az ára, oda megy el a pénz. Az lesz egy nagyon érdekes kérdés, hogy az a hálózat milyen forrásokhoz jutott, és nem-e nem esetleg az a oka a fővárosi kassza és a, a fővárosunk közeli helyzetének. Így van. No, ö, zárásképpen még egy, egy személyi változásról beszéljünk. Ugye távozik egy miniszter, Varga Judit fogja vezetni a Fidesz RP listáját, ezzel párhuzamosan lemondotta a miniszteri megbizatásáról, és a következő egy évben a kampányra fog összpontosítani. Tuzon Bence vette át a helyét, illetve született egy új tárca, az európai ügyekért felelős terület. Mit látok ebben a változásban? Én azt gondolom, hogy elsősorban ugye az Európai Uniós területnek a fontossága felértékelődik, ezért is szükséges az, hogy egy önálló minisztériumot kapjon. Ugye az, iga, az európai ügyeket azt mindig másik minisztériumhoz tették egyébként, tehát ugye csak Varga Judit érkezése óta tartozott az igazságügyi minisztériumhoz, előtte például a miniszterelnökségem volt, az előtt pedig emlékeim szerint a külügyben. Tehát, hogy ez korábban egy olyan terület volt, amit mindig más minisztérium alá soroltak, de a viták azok, ugye, amikről mi is beszéltünk, most legyen szó migrációról, legyen szó EU költségvetésről, felértékelték ezt a területet. Ráadásul Magyarország ugye a jövőre soros elnök is lesz az Európai Tanácsban. Tehát mindennek a menedzselésére azt gondolom szükség is van egy önálló minisztériumra, és ebből a szempontból ugye az igazságügyi minisztérium pedig megtartja a hagyományos területeit, amit hát lényegében Deák Ferenc óta megőriz a magyar közjogban. Úgyhogy azt gondolom, hogy Abból a szempontból mindenképp előnyös ez a változás, hogy Vargayodit személyében egy nagyon tapasztalt és tehetséges listavezetőt fog kapni a Fidesz LP listája, és ez jó induló pont lesz egy Fidesz kampánynak az európai parlamenti választások előtt, és a kormány pedig kapott két új minisztert, akik egyébként a saját területükön nagyon tapasztaltak. Egy kulcsemberét volt ki Orbán Viktor, hogy fogják kitolni 24-től Brüsszelbe, ami azt jelenti, hogy komoly csatákra készül. Um, Szájer Józsefnek a visszavonulása óta um, szerintem hiányzik egy ilyen tapasztalt, az európai bürokraták nyelvét is beszélő, az ő logikáikat értő személy, mert Varga Judit miközben a nemzeti érdekeket védi, érti ezt, hogy a brüsszeliek hogyan gondolkodnak, tehát egy, egy kulcs szereplő tud lenni abban a küzdelemben, ami 24 után is folytatódni fog. És csak egy érdekességet, hadd említsek, ugye nem maradt tisztség nélkül, ez tegnap jött ki, hogy az Országgyűlés Integrációs vagy Európai Ügyi Bizottságát fogja vezetni, azt a 90-es években maga a mostani miniszterelnök vezette, tehát az is egy fontos szerep, amit a következő egy évben a 24-es európai választásokig be fog tölteni, a Magyar országgyűlés nevében fog bekapcsolódni az Európai Ügyintézésbe. Néhány jobboldali kemény maghoz tartozó embernek az érzését azért, vagy a lelki világát fölborzolta, hogy az EU-s miniszter egy olyan személy lett, aki Buka János, aki korábban az SDS -SZ környékén dolgozott. Neki az, azt üzenjük, hogy a Fidesz egy néppárt. Szili Katalin is, már említettem az adásban, csatlakozott hozzá a Volt Mi csatlakoztak a Fidesz táborába ez az, hogy egy az sds ből megtért ember is ilyen fontos feladatot kaphat, az egyrészt a munkájának a dicsérete, másrészt a Fidesz szellemiségének és a struktúrájának az élő bizonyítéka, hogy ez nem egyszerűen egy oldali párt, hanem ez egy oldali néppárt. Én a valódi nyitott társadalom. Így van. <laughs> Ennyi fér a 48 percben, köszönjük a figyelmüket, most egy rövid nyári szünetre megyünk, a legközelebb szeptemberben találkozunk az m és a híradó.hu-n, addig is elég.